továbbra is tartjuk az egészséges étrendünket, ezért így a nap első étkezéseként eszünk egy McDonald's-ot. Bemegyünk, és az építsd össze a saját burgered bennél, minden belepakolunk, amit tudunk. És hát megnézzük, hogy mennyit enged, aztán azt kikérjük, és majd videón megmutatom, hogy mit is lehet itt összerakni Ausztriába. Na, és akkor nézzük meg, hogy tudom. Masszok összeépíteni. Maradnak az alap dolgok. És akkor berakom minden. Kezdjük mondjuk a hússal. Egész szépen engedi. Amúgy kelljen, azt hittem, hogy már rég lefogtítani. Minden szószt is belerakni. De ugye nem gondoltam volna, hogy engedni fog, mi aztán van egy limit, mit majd rakadsz be 10 vagy valamit. Ja. Tessék. Ezt kimasztoltam. Amit letud, beleraktuk. És 22 euró egy ilyen. Megéri, nem? Megéri. Na de kíváncsi szok, hogy fog kinézni, hogy mennyi, mert hogy pakolnakok bele? Nem tudom. Jó, van, akkor nézzük meg, hogy mi jön ki. Akkor kezdjék el csinálni. Itt van a maxos, vagy itt van a Fanny kisebb, kis játékos burger. Lejünk ezzel az asztalhoz, és oda hozzánk. Look at that getting me out of the... Thank you. Oh my god. Azt a videót. Ez mennyire erős. Jézusom. Pickle, come here. Come here. Thank you. Azért kellett. Azt tudom. De ezt hogy eszem meg? Hát ez a max, amit ki lehet kérni. Ez nem kis kaja. Milyen? Hát egyébként próbálok megküzdeni vele. Nem olyan egyszerű enni. Nyilván nem volt. Szószok nagyon jó, hogy minden szósz benne van. Nem erős. Nem, de mindig máshol vágom, és olyan, mint mindig más hambi tenni. Itt Big Mac-et eszek, Big Tasty, itt egy kis csípősért. Na nézzük. Ezt a sarkát. Megettem. Hogy esett? Szarul esett nagyon. Nem kívánom amúgy senkinek, mert nagyon rossz. Én többetlenek nem indulok neki. Annyi íz kavarodik, meg állag, meg minden benne. Hú, de rossz. Kérlek neked egy kis pitét? Aha. Nagyon rossz. Nagyon rossz. Hú, egy darabig nem eszek meg itt szerintem. Egy napig élelmet nem. Szerintem egy hónapig meg itt nem. Ez így meg is sok. Nem hatott a Meki ma? De hatott a Meki ma, mert végülis megettem. A Mekivával a Meki is több. Megsegített. Most sétáltunk egy kicsit, jöttem a levegőre, kezdek magamhoz térni. Hát az elején olyan finom volt a burger, hogy elkezdtem enni, tényleg mindenféle íz, minden kombó a legjobb. De aztán a második fél egy olyan borzasztó élmény lett belőle, hogy minden egyes falatnál öklendeztem, és azt hittem, hogy odahányom az asztalra, és még az utolsó falatokat is muszáj volt lenyomni a torkomon, mert meg akartam már enni, hogy fú, ne próbáljátok ki amúgy, mert megutaljátok a Mekit. Az biztos, hogy én most tényleg nem fogok enni egy darabig, mert rágondolok, és hány ingerem van. De azért mégis erre jártok, azért ajánlom, hogy próbáljátok ki. Kíváncsi, hogy ki tudja megenni amúgy ezt a burgert. Mert azért tényleg nem kis falat.